Tiszteletek, köszöntök mindenkit, Alá Miklós vagyok. Mondhatnám, hogy én kakukk tojásként jelentem meg itt, legalábbis akik nem ismernek, azok sejtik, hogy mire gondolok. Én korábban 16 éven keresztül a rendőrségnek különböző kábítószer esettségeit vezettem. Többek között a BRFK, Nemzeti Nyomozóiroda, és most pedig a Baptista Szeretett Szolgálat utcafrontjánál dolgozom a Tűcsere programban. És ennek kapcsán igazán röviden, és főleg azért, mert nagyon sok olyan dolog már elhangzott a korábbiakban is, amit én is meg akartam említeni, tehát nagyon röviden próbálok fogalmazni. A eddigi pályafutásom során több nemzeti drop stratégiával találkoztam már, többen szerepem is volt, illetve együttműködtem különböző szervezetekkel, intézményekkel, személyekkel annak megalkotásában. Én mindig is azt az álláspontot képviseltem, és ezt képviselem most is, hogy a drop stratégiában van egy alapvető és nagyon komoly ellentmondás, amit valamilyen úton, módon egyszer már végre fel kellene oldanunk. Egészen pontosan arra gondolok, hogy illegálisnak tartunk egy olyan tevékenységet, amit másik oldalról pedig komoly pénzekkel kezelünk, támogatunk, a prevencióra, a utógondozásra és egyéb más területekre áldozunk. Nagyon sokat beszélünk a kínálatcsökkentés problémaköréről, amit én rendőrként is és most is azt tapasztalom, hogy nem arra irányul, amire valóban irányulnia kéne. Topolánszky Ákos ma itt említette, és én emlékszem még jól azokra a számokra, hogy valóban jelen helyzetben, és nem csak Magyarországon, hanem európai vagy világszinten, a forgalomban, illetve kereskedelemben lévő kábítószernek körülbelül a 10-15%-a az, ami optimista, tehát mondom optimista becslések szerint lefoglalásra kerül. A jelen helyzetemben gyakorlatilag a szociális munkásoknak annak az alaptízisére gondolok, hogy a feladatunk végül is sok minden más mellett az, hogy felhívjuk azokra a látens problémákra, azokra a látenciákra a figyelmet, ami a jelenlegi viszonyokat jellemzi. Én úgy gondolom, hogy az egyik ilyen kérdés az illegális és a legális kérdése. A másik, hogy igazán csak röviden, megint arra gondolok én legalábbis személy szerint, hogy kinek az érdeke az a fajta drogstratégia, amely valóban külön választja azokat a illegális, illetve legális szereket, és gyakorlatilag teljesen elfeledkezik arról például, hogy a prevencióban a dohányzás és az alkohol meg a drog ugyanolyan helyet és szerepet kellene, hogy elfoglaljon, de a társadalom, illetve a jelenlegi prevenciós programok nem ezt közvetítik. Az utcai tapasztalataimról, ami a közelmúlt tapasztalata, ugye életbe lépett a célista. Ez megint olyan új kérdéseket fog generálni, amelyekre nem tudom, hogy igazából fel vagyunk-e készülve. Tehát a Tűcsere programban, legalábbis nálunk a Tűcsere programban jelentkező droghasználóknak a jelentős száma az a korábbiakban az úgynevezett designer drogok irányába tolódott el. Elsősorban azért, mert ezeknek a beszerzése lényegesen egyszerűbb, könnyebb és olcsóbb volt, mint a korábbi időszakban. Most ugye a tiltás miatt ezek a szerek eltűntek a piacról, és ez azt generálja, hogy a heroin felé lépnek vissza, ami bizonyos szempontból nem probléma, mert itt egy dolgot mindenképpen meg kell, akkor legalább tudják, hogy heroint szúrtak maguknak, míg korábban ezt nem tudták. És tényleg csak figyelemfelkeltésképpen, viszont nem tudom, hogy fel vagyunk-e arra készülve, hogy a heroinnal sok minden más egyéb dolog is meg fog jelenni. Jelesül a Magyarországról eddig az én tudásom szerint például kitelepült, elvándorolt albánok, törökök, akik a heroin kereskedelmével, illetve csempészetével foglalkoztak, vissza fognak költözni. Ami már most is tapasztalható. A
Az utcán egyébként abszolút az látszik, hogy a büntetőpolitika a kábítószerfogyasztókat rendkívül kevés módon érdekli, meg izgatja. Helyzetennél fogva abban a sajátos szerepben vagyok, hogy a klienseim között most vannak olyanok, akik korábban voltak a klienseim. Most nagyon jól elbeszélgetünk ezekről, és azt tapasztalom, hogy van köztük olyan, aki 8,5 év szabadságvesztés után első dolga a tűcserebusz volt Újpesten. Tehát ez akár zárszónak is jó lenne szerintem. Köszönöm szépen!